És most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 10 perc múlt 6 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Most nem fogok morgolódni azért, mert hétfő van. Jó fej vagy. Most egy nagyon szép hétnek nézünk elébe. Igen, ugye? És jó idő lesz ma is, 27 fokkal. Aj, tök annyira jó. Jó, minden nem igaz. 2 perc múlt 4:07. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással, és itt vannak velünk, ami drága koránkelő fecskéink, Crazy Karesz is azt írja, hogy jó reggelt, drágáim, Attila 64 üzenete. Sziasztok, ma van a születésnapom, így már csak 9 évet kell dolgoznom a 46-ból. Hát Isten éltessen sokáig. Milyen mázlista. Igen. Bocselli is írt, Géza 22, azt írja, figyelj Tomi, szép jó reggelt, Sláger FM, a reggeli mustáros sonkás meleg szendvics, római salátával, házi málna szörpel. Egyébként annyira jól hangzik, de én hangzik. Reggel nem tudok ilyen nagy volumenű, nagy ívű reggeliket becuppantani. Ez szerintem csak ez egy nagyon jó szendvics, csak kicsit finomabb, mint egy átlagos, mondjuk téli szalám is. Mustáros sonkás szendvics, az milyen ízorgia. Volt egy kollégám, aki úgy ette a szendvicset, amikor egy interkontinentális balisztikus reggelit tettünk a szállodákban, hogy akár kalácsra is, kalács, vaj, igen, sonka, sajt, igen, baracklekvár. Komolyan? Aha. És jó volt? És először néztem, mondom, Gyula, te nem vagy normális. Olyan finom, képzeld el. Mondjuk az édes és a sós együtt, igen. Ez a gyümölcs, igen. És a jó sonkával egyébként is ugye az egy igen, jó igen. Találkozás, de mondjuk a sajttal nagyon nehezen tudtam elképzelni, és mondom, te, hogy egyszerre mindent tudod, borítsunk össze, és tök jó volt, halál komolyan. Érkezhetnék még az ilyen különleges reggelik, hogy most éppen mit reggeliznek a mai napon, 6 óra 18 perckor, lehet, hogy még mindenki csak a kávénál tart, de azt is írják meg nekünk. Mi mikor szoktunk reggelizni? Jó, te már egyfolytában eszel. Akkor megvan, igen, a pontos kávézás. Te mikor eszel? Hát én tulajdonképpen, amikor hozzájutok. Egyfolytában tudom, csak igen. Most nem tudom megmondani, hogy mi az első pont, amikor ne... Fél hét körül, nem? Hát, akkor kezded, mivel talán szoktad? Talán kettőt beleharapok, és szendvicsel akkor... Szendvics. Aha, de úgy tudod, hogy mindig így áll, tehát hogy így hozzájutok, ham-ham, és akkor folytatjuk majd később, ilyen össze-vissza vagyok. Igen, a Tominak van nagyjából 4 szendvicse reggelire, és van mellé, igen, alsó hangon, tehát ezeket így eleszegeti, és még egyébként utána van egy ilyen tök jó joghurtam, belerak ilyen pejhet is, úgyhogy az is nagyon jól néz ki. Tényleg, azt most van nem még hoztam. Valami? Meg a kóla. Hát kóla, joghurt, kávé, igen. És igen. Ez csak 10-ig. Igen, és utána csodálkoznak, hogy jönni kell a pumpával itt a 7. Nem, utána még jön a két croissant, amit még szintén megeszel. Na, így zajlik egy reggelünk, de várjuk azt, hogy kinek mi a reggelie. Még Zsóti üzenete pedig, jó reggelt, pénteken sem hallgattalak benneteket, családi forrongás miatt esett meg ez a csúfság. Ez tényleg az, ha bár ez nem mentség. Na, essünk túl a büntin, nyomjatok egy kis zsülikét. Drága Zsóti csillagom. Hát, hogyha neked az a büntetés, akkor megkaphatod tőlünk. Az a baj, hogy ezzel nem csak téged büntetünk. De lehet, hogy valakit felébresztünk vele. Hogy mondjuk az tény is való. Most gondolj bele, bekapcsolja a rádió, tudja, hogy itt mindig csak szuper slágereket kap, és egyszer csak meghallja. Na figyelj csak. Ezt. Hát akkor jó. Ha nagyon muszáj, hát akkor egyébként ez egy nagyon jó kis nóta. Mi ez? Ez az utca. De ez nem is olyan rossz. Ez nem rossz. Hát ez komoly stúdió munka van. Miért? Ez most jól énekli. Jó, igen. Hát ezt mondom, hát ez nem élő. Hát ez nem biztos. Volt olyan durva büntetés. Jó, Zsolti, keresünk még neked valami durvábbat. Valami jó, a molokó alatt. Jó, oké, na akkor inkább Royce Murphyvel folytassuk. Jön a Sing It Back, ez a molokó. Jó reggelt mindenkinek. Sláger reggel. 7 perc múlva 6:30. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Azt kérnénk a kedves hallgatóktól a továbbiakban, hogy egy ilyen szerintem még az életben nem kért senki rádióban. Hogy? Hogy Zsoltin kívül mindenki halkítsa le a rádiót. Ne, imádni fogják. Igen? Igen. Mi pedig azt imádjuk, hogy a mi hallgatóink büntetést kérnek azért, hogyha nem tudnak minket hallgatni. Ugye, Zsolti? Szia, jó reggelt! Így van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Tehát pénteken nem tudtál minket hallgatni, mert hogy családi forrongás volt. Ezt így röviden össze tudnád foglalni? Mi történt? Húha, hát nem igazán, maradjunk annyiba, hogy nem is olyan rossz alternatíva a kamionfülke. Jó, az van, hogy kértél viszont büntetést, mert hogy nem tudtál itt lenni velünk. Egy picit az előbb adtunk, de az nem volt rossz. Tehát ott kimondott a jól énekelt Zsülike, úgyhogy most jön a büntetésed. Hát mondjuk ezt így nem merném kijelenteni. De az jó volt, figyelj. Ahhoz képest. Ahhoz képest. Na most jön a bünti. És akkor a kedves hallgatókat kérném, hogy egy 10 másodpercre halkítsák le a rádiót. Zsolti, te meg ne káromkodj. Zsolti, te pedig hangos is fel. Semmiképp. Ez most neked szól.
a zene csábít. Édes Istenem. Soha nem ámít. Micsoda rém viccelsz. Ő mindig velem van. Ő a zene? Tessék, bulizni szabad ma. Szabad ma. Figyelj most a ritmusa, én elmondom neked. A legrosszabb csak az lehet, hogy boldog leszel. Na, na jó, meg volt a büntid. Elég volt? Meg itt a környékbeli denevérek sorba mentek a templomtoronynak, csak hogy ne hallják. Zsoltikám, többet ne legyen olyan, hogy nem hallgatsz minket, mert látod, ilyen csúnya hogy, büntetést kaphatsz. Látod, és hogy retorzió van. Igen, és ezzel a többi hallgatót is büntetjük, hogy ne akarj velük kiszúrni. Jó? Tehát akkor ne csodálkozzak, hogyha ilyen felháborozott tömeg ki akar venni hát a kamionból. Igen, óvatosan, óvatosan. Na csokolunk, puszilunk, vigyázz magadra. Szia! Na, ez már pusztító volt. Ez kemény volt. Én attól félek, hogy valaki a tíz, lehet, hogy egy kicsit túllógtunk a 10 másodpercen, és valaki még belehallgatott. Tehát, ja, hogy még akkor hangosította fel, amikor még szólt. Én biztos, hogy ezt tettem volna. Tehát ha nekem egy műsorvezető azt mondja, hogy most halkítsam le a rádiót, mert hogy olyan szörnyűség, azonnal még kakaót adok rá. Igen? Mi történik? Erre hát meg pláne. Volt, igen. Érkezik Janicsák Vece, ez a labirintus. 6 óra 25 perc van. Jó reggelt mindenkinek, és mielőbbi felépülést. Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 3:47. Jó reggelt kívánunk Kardán Petrával. És Viktorin Tamással. Képzeld el, Petra. Na, mondd. Kiosztották újra az anti-Nobel díjakat. Amit kik kapnak? Anti-Nobel-díjat azok a kutatók kapnak, akik nagyon releváns kutatással rendelkeznek az emberiség előrehaladása vagy fejlődésével tehát kapcsolatosan. Tehát igazi tudósok, kutatók? Csak hülyeségeket az baj, kutatnak? Az a baj, hogy sajnos nagyjából összefoglaltad de a dolgot. De ez vicces, igen. Ez tök jó. Képzeld el, hogy Stephen Reber és kollégái kapták meg az akusztikai Ig Nobel-díjat, mert hogy ez a neve. Ugye játszottunk mi is ezzel egy párszor, még erről talán videó is készült a Sláger FM oldalán, biztosan igen, valahol a messziségben megtalálni. Igen. Ugye héliumot szívtunk be, és akkor így énekeltünk szuper jó kis dalokat. Ezt egyébként bármikor megismételhetnénk újra, csak úgy nem mellesleg. Na de hogy a kedves kutatók azzal töltötték az idejük nagy részét, hogy héliumot fecskendeztek be krokodilokba. Mert hogy a krokodil, hogyha beszívja a héliumot, ugye neki is megváltozik a hangja. Bár nem tudom, tehát hogy énekel, vagy fütyül, vagy mit csinál a krokodil. Lehet, hogy más, hogy mit csinál a krokodil? Üvölt? Na ez az. Vagy? Milyen hangot, tudom, keressünk már, hogy milyen hangot ad ki egy krokodil, léci. Csak ne azt keresd meg, amikor a két teknős egymás hátára mászik, mert az nagyon durva. Nem, azt de tudom, azt igen, már igen, mutattam igen, Petrának. Szóval az a lényeg, hogy minél nagyobb testű az állat, annál mélyebb a hangja. És ők ezt akarták bizonyítani. És ezt héliummal tudták, igen. És sikerült is bizonyítaniuk? Állítólag igen. Na, az tök király. Miért jobb most, hogy tudjuk ezt? Tehát, hogy akinek nagyobb a teste, nyilván nagyobb a hely arra, hogy mondjuk így zengjen. Tehát, hogy ezt úgy egyébként is el tudom képzelni, de mondjuk nem volt egyszerű dolguk, tehát valljuk be, hogy szólsz egy krokinak, igen, hogy na most akkor fújt ki, most szív be. És hol voltak az állatvédők? Kit akarjam a krokodil? Vagy ezt úgy csináltak, hogy nem lett baj a krokodiloknak, remélem. Nem gondolom, nem lett baj. Maximum röhögtek egymáson a krokodilok. Vagy nem tudom, de ugye nem normális. Igen, elég fura. Igen. És azért ez valószínűleg olcsó sem volt. Igen. Azért azt is tegyük hozzá. De közben mi újság krokodilügyileg? Hát várjál, keresem. Csak az, hogy ha én keresem, akkor a hallgatóink nem tudják meghallgatni. Talán ez nem olyan. Igen. No. Jó, nem. A pszichológiai Ig Nobel-díjat is átadták egyébként. Miranda Giacomin és Nicholas Rule kutatása szerint ők a szemöldököket kutatták veszett módon. Aha. A szemöldök alapján a narcisztikus ember. Közben krokodil hangot találtam, igen. Jó, azt hittem, hogy a kávé jön ki. Ne. Igen. Szóval a szemöldök alapján állítólag a narcisztikus emberek felismerhetőek. A szemöldök igen, alapján? Igen. De várjál, azért ott át lehet verni bárkit, mert ugye a szemöldök tetoválással olyan formát csináltatsz, amilyet akarsz. Jó, de akkor meg már nagyon akkor furán már mozog, tehát hogy az lehet, hogy úgy látszik. Meg akkor már lehet, nagyon narcisztikus vagy. Túlontúl? Minél szebb a szemöldököd, igen. Aha, jó, ez közben lehet, megtaláltam a krokodil hangot, megmutatom. Igen? Jézus, aha, mi történik? Aha. Ez egy valami fölhúzós autó, ne szórakozz. Ez egy krokodil? De mit csinál ilyenkor? Nem tudom, de nagyon vicces. Hát erre nem gondoltam. Igen. És vajon héliummal milyen? Na, látod, hát, ez hogy... az? Igen. Hát mondjuk meg is értem, hogy megfogalmazódott bennük, hogy vajon milyen lehet.
hát ez, ez biztos, ez, ez olyan, mint hogy berántanál, egy, berántanál valami láncfűr, és nincs, nincsen benne a gyertya, óriási. És csak próbálkozol. Hű, de furcsa a dolog. Nem baj, az a lényeg, hogy a közgazdasági Ig Nobel-díjat is kiosztották. Christopher Watkins és munkatársai igyekeztek mennyiségi összefüggést találni az országok nemzeti jövedelmi különbségei és a csókolózás átlagos mennyisége között. Na de mire jutottak? Hát ez az. Valószínűleg de kár, hogy ezt nem mond. Tehát minél gazdagabb egy társadalom, annál többet csókolóznak igen. az emberek, mert... Hát mondjuk boldogabbak. Aha. Ez nem lehet? De nem, mert tudod, mindig kijönnek a különböző tanulmányokból, hogy olyan országokban, ahol nagyon-nagyon nagy a szegénység, de van tengerpartjuk vagy óceánpartjuk, sokkal boldogabbak az emberek. És mindig általában a legszegényebb régiókra jön ez ki, csak azért, mert ott van napfény, meg óceán, én is ellennék egyébként. Lehet, hogy ott itt vannak ilyen metszetek, tehát okay. hogy a bizonyos halmazok, tehát hogy ugyan nincs nagy GDP, de van tengerpartjuk, tehát okay. sokat csókolóznak, vagy nincs tengerpartjuk, de egyébként magas a GDP, és akkor ilyen figyelj. Tengerparton lehet romantikázni, romantikáztok, csókolóztok. Tehát, hogy ez itt teljesen tiszta jó. Sor. Igen. Na, irány a tengerpart. Ha már akkor erről beszéltünk, van még krokodilod? Igen, nem, krokodilom jaj, ne. Nincs, de jó. Nekem a legjobban az anyagtudományok Ig Nobel-díja tetszett. Mert hogy Metin Eren és kutatótársai azért kapták meg, mert megmutatták, hogy nem használhatók jól a fagyasztott emberi ürülékből fabrikált kések. Jó. Nem tudok, mit kinek mondani. Jut eszébe emberi ürülékből kést készíteni, majd azzal elvágni lehet, valamit? Lehet, hogy véletlenül fagyasztották le. De emberi ürülékből kés? De miért? Hát ez az. Ez a jó kérdés. Jó reggelt. Miért? Ez a Sláger reggel. Hú, 7 perc múlva 7 óra. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Cseráti Zsuzsa hangja, az valami egészen elképesztő igen. volt. Fantasztikus, tényleg a borsócik a hátam, hogy pláne itt a végén ezzel a jó kis érces, kitartott hanggal. Hú, de jó volt. Nagyon jó. Arról beszélgettünk éppen, ugye, hogy megkapták az alternatív Nobel-díjakat, az anti-Nobel-díjakat, ugye jó sokan fantasztikus tudósok csodálatos munkát végeztek, és ugye például Metin Eren és kutatótársai azért kapták meg, mert hogy megmutatták, hogy nem használhatóak jól a fagyasztott emberi ürülékből fabrikált kések. Én ilyenkor azon gondolkozom, mert hogy ők valódi tudósok, ugye, akik ezeket a díjakat igen. megkapják, hogy vajon hogy jön nekik ez az agymenés? Igen. Tehát miért gondolkodnak otthon azon, hogy az emberi ürüléket lefagyasszák, majd abból kést készítsenek, vagy bármilyen eszközt. Nehezen tudom elképzelni, én is igen, valószínűleg egy ilyen Bear Grylls tanulmány folytatása, igen. vagy csak az próbálták lehet. Igen. tökéletesíteni, igen, Géza igen. erre írja. Ebben nincs semmi meglepő, a cibet macska, ugye, igen, cibak cicát írja, egyébként nem. ezt érdemes lenne használnunk ezt a szót, mert nagyon jól hangzik így. Nem, cibet macska. Cibet macska ürülőkéből isszák a sznobok a világ legdrágább kávéját. Teljesen igazad van. Kopeluek, vagy igen. Kopiluek. Kopiluek, igen. Én is ittam olyan kávét. Komolyan? Aha, igen. És? Egyszer az ismerőseink hoztak haza. És nyaralás után, és nem éreztem semmilyen más, tehát nem éreztem benne azt az ízt, amire az ember azt gondolná, hogy érzi. Hát jó, hát ezt nyilván azért úgy megtakarítják. Finom volt az íze. A zac része az nem tudom, az. Tudom, tehát finom volt az íze, de nem volt semmi furcsa, se különleges, egyszerűen sima kávé íze volt. Mint amennyibe került. Így van, aha, pontosan. Tehát világos. Azt nem éreztem, hogy ennyi pénzt adnék azért, hogy én ezt a kávét minden nap ihassam. Akkor ezt még lehet, hogy lehetne tökéletesíteni ezt a kávét. Na, viszont figyelj csak, egy felmérés szerint a magyarok 96%-a változtatna valamit a fizikai megjelenésén, hogyha tehetné, míg a maradék 75%-uk, nem, ugye 96, illetve nem maradék a 75, mert az nagyon sok lenne, szóval 75%-uk pedig fontolóra venni a teste technológia segítségével való végleges, vagy átmeneti tökéletesítést, legyen szó mondjuk látásról, vagy akár a szépségünkről. Hát nem olyan távoli ez a dolog, ugyanis nemrég a Kaspersky biztonsági cég kerekasztal beszélgetést tartott arról, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai vagy rizikói lehetnek annak, hogyha a testünkbe technológiát építünk. Hát tehát ez olyan lesz, mint a Terminátor filmekben, mondjuk? Élő szövet a filmvázon. Tehát ez meg fog valósulni. Bár ezen nincs szerintem semmi meglepődni való, sőt, azt gondolom, hogy a nagyon gazdag embereknek már simán lehet, hogy vannak beépített kis dolgok a testükben, azt amik mondod? Mondjuk segítenek, hogy erősebbek legyenek, aha, igen. Vagy okosabbak. Igen, vagy okosabbak. Vagy jobban lássanak. Hát én biztos, hogy áldoznék arra, hogy
tökéletesítsem magam. Mire? Tényleg. Mit? Hát nagyon sok minden van, amin tudnék változtatni, de például az, hogy tudjak nagyon jól futni, arra mindig is vágytam. Futni? Tehát, hogyha a lábamba, igen, a lábamba be lehetne építeni valamit, a technika segítségével, és hogy élvezzem, meg szeressem a futást, mert mostanában már néha-néha ráveszem magam, de nem, az én lábaim alkalmatlanok nem a futásra. Erre való? Igen, de hogyha erre való lenne, annak tudnék örülni. Igen, azt úgy bírnám. Írják meg, hogyha lenne rá lehetőségük, akkor mit tökéletesítenének? 0630 30 30 95 8. Én is elgondolkodom, hogy mind tudnék. Meg. Neked a memóriádat nem kellene, tudom. Az agyadba kéne ültetni valamit. De aranyos, hogy köszönöm szépen. Majd, ha neked meg lesz az új lábad. És most indul a Sláger reggel. Bő 6 perc múlt 7 óra, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Hogyha változtathatnának valamit a testükön, legyen az valami képesség, jó látás, jó lábak, na akkor mi lenne az? 0630 30 30 95 8. Itt van Ariana Grande, jó reggelt! 2:48, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Csattantam itt az elején, hogy nem igaz, még volt egy kis kóla a számban. Egészségedre. Köszönöm szépen. Reggeli már túl vagy, mármint az első felén. Az első, elkezdtük a reggelizést, ez eltart úgy 10:11-ig körülbelül. Folyamatosan, úgyhogy bármikor belecsámcsokatok a mikrofon. Nem, ezt nem fogom tenni. De egyébként egy nemrég végzett felmérés szerint a magyarok 96%-a változtatna valamit a fizikai megjelenésén, hogyha tehetné, míg 75%-uk fontolóra venné a teste technológia segítségével való végleges vagy átmeneti tökéletesítését. Szerintem ez tökre nem meglepő, mert hogy azért a technikát azt már most is használják elég sok mindenben, például mondjuk a hallókészülékek is ilyenek, amiket amiket ugye fel tudsz tenni a füledre, és az is kvázi egy ilyen technológia, ami segít abban, hogy jobban halljanak, akiknek szükségük van rá. Azon gondolkozom, hogy egyébként mondjuk, hogy egy 100 évvel visszamegyünk az időben, amikor nyilván a technológia az még gyerekcipőben járt, pláne az ilyen szintű dolgok. Tehát akkor is vajon, hogyha megkérdeztünk volna tetszőlegesen kiválasztott 100 embert, és megkérdezted volna, hogy mind javíthatna, ha javíthatna, akkor mind javítana mondjuk a testi adottságain vagy képességein, vajon változtatnának-e rajta? Tehát vagy úgy így jó az élet, így kell élnünk, ez van megírva. Szerintem, ha 100 évvel ezelőtt kérdeztük volna, nem. Nem tehát, hogy akkor mit mondtál? Nem, hanem hogy akkor nem volt ez még feldolgozható az ember nyilván nem agyának, is hogy értelmezni a dolgot. Tehát, hogy azért ott még ugye 100 évvel ezelőtt, hát még szerintem azon is gondolkoztak, hogy nem tudom, autó meg egyáltalán. Tehát, hogy jó, ez... na, oké, most nem azt mondom, hogy technológia szempontjából, mert nyilván azt mondtam volna Mari nénének 1913-ban, hogy egy csípet ültettünk be a hátába. Lehet, hogy furán nézett volna. Fogalma nem lenne róla. De mondjuk, tehát igen, varázsütésre mondjuk ilyen képességei lennének, vagy mondjuk mit tudom, sokkal kitartóbb lenne, bármi, tehát akár lehet ezt ugye mentális vagy testi oldalról is megközelíteni a dolgot. Szerintem teljesen máshogy gondolkoznám. Ja, hát az biztos. Igazából itt nekem nem azzal van a bajom, hogy ilyet meg lehet csinálni, mert hogy ezt nyilván tudjuk, hogy meg lehet csinálni, és hogy a tudósok folyamatosan fejlesztenek, és hogy vannak olyan országok, ahol már szerintem egyébként csinálnak is ilyen beültetéses dolgokat. Ja, ilyen összeesküvés. Nem, összeesküvés elméletes egyáltalán nem vagyok, csak hogy gondolom, hogy például Japán, ami nagyon fejlett ország, ott sokkal előbbre vannak a tudományban is, mint például nálunk itthon. Szerintem. De hogyha már azt, ugye, tök jó volt, hogy említetted ugye a hallókészülékes dolgot, tehát kvázi az is egy ilyen kiegészítés, igen, egy segítség, nyilván technológia segítségével. Viszont, hogyha megnézed például mondjuk ezeket a fehérjeporokat, vagy nem tudom, táplálék kiegészítőket, bemegyünk és beleállunk 300-as szériát, nem tudom mibe, a fekvenyomó padon odaugrunk, és utána ekkorák leszünk egy fél év után, tehát valahol azért az is hozzájárul, és valahol az is technológia, hogy egy kicsit tökéletesítsük magunkat. Hát igen, de ott egy csomó energiát, meg munkát bele kell tenned. Ez világos, tehát, hogy persze nem. Mert hogy anélkül, ha csak a táplálék kiegészítőket tenni valaki, milyen szép lenne a világ, nem kéne lemenni az edzőterembe, és akkor közben még dolgozni rajta. Igen, hát igazából már azzal is tudod formálni a testet, de szerintem nagyon sokan változtatnának különböző dolgokon, amikre úgy vágynak. Tehát, hogy például nálunk a családban van olyan, akinek rettenetesen rossz a szeme, de már fiatalkora óta tudod, és hogy így nem lehet rajta javítani olyan műtéti eljárással, mert az ő szeme sajnos erre alkalmatlan, de hogyha lenne erre egy chip vagy bármi, amivel beprogramozzák úgy az agyát, hogy jó legyen a szeme, és sakszemű legyen, akkor biztos, hogy bevállalná. Tehát ez tuti.
Igen, de ez még a normális dolgok. Jézusom, mi történt? Felszállt a füst. Nem, pápát választottak a hatodik emeleten. Szóval az, az egy dolog, hogy mondjuk, ami, hogyha valamiben hiányosságod van, tehát mondjuk rosszul látsz, vagy például te nem szeretsz elmenni futni, mert valahogy vagy fejben, vagy lábbal. A lábaim alkalmatlanok rá, tehát, igen. Ott nincs meg ez a találkozás, tehát hogy azon segítsünk, az oké. Okay. De mondjuk ezen felül még megvan az, hogy én egyébként tök jól látok, de mondjuk ellátnék innen Pannonhalmáig. Az milyen menő lenne? Az tök jó lenne. Az nagyon jó lenne. Na, ez egy érdekes dolog. Neked szerintem memóriát kéne, hogy bővítsünk. Ezt tehát, hogyha egy csipet lehetne az agyadba ültetni, hát, hogy emlékezz dolgokra, szívem. Tehát, hogy az a baj, hogy így nem annyira emlékszel arra, amit megbeszélünk, és ez tök jó lenne. De most miről beszélgetünk? Hát ez az. 0630-30-30-95-8. Mivel folytassuk? Jön a Banana Ráma. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva 7:30. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Itt a zenék alatt arról beszélgetünk Petrával, hogy igazából rajtunk már, nem is tudom, hogy vagy miről beszélgettünk? Ja igen, az én memóriámról, igen, hogy azon lehetne tökéletesíteni, de Petrán egész egyszer nem találtunk de, fogást. Hogy is nem, de hogy is nem. Mondom. De rengeteg mindent lehet fogni, javítani. Ja? Nem, igazából ez tök érdekes, amit ugye most felvetettek, hogy a jövőben a kognitív képességeinket lehetne erősíteni a technológia segítségével. Tehát, hogy azért az előre mutat, csak ugye az a baj, hogy itt megint kell majd egy komoly szabályozás, hiszen ezt nyilván megint majd csak azok engedhetik meg maguknak, akik hipergazdagok, és aztán ők még több jó képességgel felruházódnak, a többi ember megmarad olyan, amilyen. Hát jó, de és hát most egy ebben... csomó egyenlőtlenség lesz akkor. Figyelj, hogyha azt nézzük, hogy ugye az agyunk 7%-át használjuk úgy nagyságrendileg, vagy 13, vagy nem, tehát valami abszolút, vagy gyönge kis részét használjuk arra, hogy ugye egyébként mi itt így elröfögünk a 70-80 évünkben. Tehát, hogyha ezt egy kicsit így ki tudjuk tágítani, és mondjuk tényleg olyan képességeink lesznek kognitív szinten, akkor ez egy szuper jó dolog. És mi ezzel a probléma azért, mert van, aki megengedheti magának, van, aki nem. Szerintem az a problémájuk a tudósoknak, hogy ők már látják előre, hogy nagyon sok olyan technikai vívmányt felhasználtak rossz célokra, amik egyébként jó dolgok voltak, csak éppen rossz kezekbe kerültek. Tehát ők itt attól félnek. Vele. Így van, ők attól félnek, hogy nehogy az legyen, hogy itt ebből problémák lehetnek, mert olyan emberek használják olyan dolgokra, ami nem biztos, hogy az emberiségnek jót tesz majd. Mi pedig csak szeretnék emlékezni a tegnap délutára. Te megfutni egyet. Tehát, hogy milyen rendes emberek vagyunk, hogy nem akarjuk ezt teljesen így kiaknázni. Igen, tehát mi nem háborút akarunk vagy, meg, igen. Nem tudom, más embereket majd valahogy manipulálni, mert ugye nyilván ettől is félnek, és ezért akarják a szabályozást, hogy nehogy az legyen, hogy valakinek a kezébe kerül ez a dolog, és aztán az emberek agyát próbálja átprogramozni. Mert az annyira nem lenne jó. Az nem lenne jó. Való igaz, igen. Mi viszont nem akarjuk átprogramozni az agyunkat, vagy legalábbis Petra az enyémet szeretné, de hát esélye nincs rá. Ettől függetlenül azért várjuk az üzeneteket. 0630-30-30-95-8. Mit változtatnának mit magukon? Mit tökéletesítenének? Mert ez nem is változtatás, tökéletesítés. Jó. Mert hogy oké, jó, valamiben, csak hogy egy kicsit még legyen. Még jobb, igen. Igen. Vagy a párjuk, például. 0630-30-30-95-8. Itt van Zséda, jó reggel. Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 3:48. Jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. És képzeld el, hogy még emlékszem, hogy miről beszélgettünk. Na, ennek örülök. Lehet, hogy a memóriáma még sincs akkora gond. Akkor lehet, hogy az összpontosításomon kellene egy kicsit javítani. És egy olyan csipet beléd ültetni, ami mondjuk abban segít, hogy tudj jobban koncentrálni. Tudod, kicsit olyan vagyok, hogy jélepke. Tudod, és így elfordulok, és fogalmam sincs, hogy hol jártunk. Azért ez néha előfordul velem. Igen, mert hogy beszélgetünk arról, hogy a jövőben szóba kerülhetnek olyan implantátumok, amik a kognitív képességeket javítják, és akár, azt mondják a tudósok, az is lehetséges lesz, hogy az okos eszközökkel kommunikáló csippeket tegyenek belénk. De ez mi? Az a furcsa, én amikor megvettem az első okosórámat, pár évig nem használtam, de hogy most úgy tetszik. Tehát, hogy tök jó, hogy nem kell elővenni például a telefont a zsebemből, hogyha zizeg, csak ránézek az órára, látom, hogy ki írt, vagy mi történt, vagy éppen mivel kapcsolatosan. És tök jó, és úgy megszerettem, valahol pedig egy ilyen bohóckodásnak gondoltam az egészet, és így tök jó dolog. De hogy mondjuk a szemem előtt így felvillanna egy üzenet, hogy ki írt, vagy ki keres telefonon, úgyhogy mondjuk csak így a retinámba ott kivilágítana, vagy nem tudom. Tehát, az már fura lenne, mi? Hát azért ezek olyan furcsa dolgok, meg mondjuk leülnél a kanapéra, és akkor csak így gondolnál egyet, hogy mondjuk nem is tudom, meg akarod nézni az állarcos, nem, azt nem. De valamit, tehát, hogy például. Nekem a Külön vélemény című film ilyen szempontból nagyon tetszett. Tehát abban, amilyen technológiai újdonságok vannak, az valami egészen elképesztő. Tehát például abban az, hogy
megjósolják, hogy ki az, aki mondjuk bűncselekményt akar elkövetni, és ezt meg lehet előzni, azt szerintem egy szuper jó dolog lenne. Na ez a, igen, csak pont erről beszélgettünk, ugye, hogy a visszaélés, vele élni, visszaélni, ugye a, igen. Itt van egy ilyen probléma, igen. Hogy jóra használjuk-e, és nyilván olyan költségi vonzata van ennek a dolognak, hogy azért ez nem mindenkinek megengedhető, és így nyilván a gazdagabbak jutnának mondjuk ehhez, vagy ilyen képességekhez. Hogy a hallgatóink mi mindent változtatnának akár magukon, akár rajtunk. Vagy mondjuk rajtunk, vagy a párjukon, hát néhány üzenet. Marci azt írja, sziasztok, a férjembe ültetnék olyan csipet, ami jelzi neki az időt. Ugyanis amikor horgászni megy, soha nem sikerül hazaérnie akkorra, amikorra ígéri. Ott lehet, hogy valami történik azon a horgászaton, nem? És elveszti az időérzékét, nem tudom. A harapnak a halak. Igen, Zoli üzenete, sziasztok, lehetne a nőkbe olyan kütyüt tenni, ami leszoktatja őket a vásárlásról, a nejembe és a lányomba már is rendelnék egyet-egyet. Jaj, de hát most... És igazából az a furcsa, amikor én elsőre elolvastam ezt a hírt, akkor nekem az jutott eszembe, hogy valahol értem én, hogy mindenki a tökéletesség, meg technológiai fejlődés, és nyilván ennek nem lehet gátat szabni, de hogy úgy nem így vagyunk jók, ahogy vagyunk. Nem. Tehát, nem ettől vagyunk... Nem. Miért? Nem? Mert hogyha lehet a technika által fejlődni nekünk embereknek is, akkor azt miért ne tegyük meg? De szerintem, figyelj, miről beszélgetnénk? Én mindenre emlékeznék, te futkoráznál jönne. Milyen jó lenne? Tök nem. Jó lenne. De? Nekem ez nem. Nekem, szerintem ettől vagyunk különlegesek, ettől vagyunk jók így, hogy mindannyian különlegesek vagyunk. És van, aki ebben jó, van, aki abban jó, van, aki ebben egy kicsit rosszabb, az rajtam lehet röhögni például. Szerintem ez így tök jó. Én nem, én örülnék annak, hogyha lehetne ezeket. Jó, akkor neked kapsz futólábakat. Köszönöm szépen. Jó, jó, hosszúakat szeretnék, ilyen gazella típusúakat. Jó, köszönöm szépen. Csak az a baj, hogy a gazella típusút már megrendeltük, de csak olyan barna szőrűben van. Avanóba, tehát szőrös lábbal kell majd élnem. Hát nem tudom, majd megkérdezem a férjemet, mit szól. A gazella patás állat, tessék mondani. A nagy valószínűséggel igen, nem tappancsal. Nem. Pedig az milyen furán néznek ki, egy gazella tappancsal. Tipegnék. Jön itt, kopognál a flaszterem, ez tök jó lenne. Meg lehetne patkolni a Petrát. Ha még van ötlet, hogy tökéletesítenik magukat, vagy mondjuk a családtagjaikat, akkor megírhatják nekünk SMS-ben 0303030958, de természetesen a Sláger FM Facebook oldalát is használhatják. Közben légy szíves, nézd meg, hogy milyen hangot ad ki a gazella. Jó. Jó, rendben. Jön a Don't Stop Moving, ez az S Club 7. Jó reggelt! Sláger reggel! Bő 7 perc múlva, nem, bő 8 perc múlva, bő 7 perc lesz majd valamikor. Szóval 8 óra, hamarosan. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Laci V8 azt írja, hogy most éppen Svédországból kíván nekünk szép reggelt, ugye pénteken még Párizsból írt nekünk. Írd már meg kérlek, Laci, hogy ott milyen idő van. Kösz. Kíváncsi, tényleg, vajon most ott milyen idő lehet? Szerintem hasonló, mint most, már hogy itt. Igen. Nem? Vagy ott már ezért deres, már kemény a buli. Azért Párizsból elmenni Svédországba. Azért az nagyon tehát, kemény. Hogy és két nap alatt odaérni, igen. Boh, le a kalappal előtted. Van egy közlekedési infónk, friss, baleset történt a Hungária körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a Salgó-Tarjáni utcánál balra kanyarodó sávban. Legyenek nagyon óvatosak ott a környéken is, illetve várjuk a további infókat is a 0630303958-ra. A koronavírus nyilván mindannyiunk életét egy kicsit átalakította, sokan elvesztették a munkájukat is sajnos. Közülük való az a korábban a reklám szakmában szövegíróként dolgozó srác, aki Real Melós néven létrehozott egy Instagram profilt, ahol megosztja követőivel egy építőipari segédmunkás mindennapjait, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk. Igen, és itt lesz velünk, vele fogunk beszélgetni, és addig pedig írhatnak nekünk, hogy ha az életüket átalakította ez a helyzet, akkor hogyan? Esetleg, hogyha munkát váltottak, ezekre a sztorikra is kíváncsiak vagyunk. Jön a No Mercy, ez a Verdi Jugo, 7:54 van. Jó reggelt mindenkinek! 95.8 És most indul a Sláger reggel! Sláger! 6 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Sokak életét átrendezte a koronavírus, na ezeket a sztorikat várjuk SMS-ben, vagy akár a Sláger FM Facebook oldalára 0630303958, most pedig jön az Uptown Funk, jó reggelt! 1 perc múlva 4:09, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással, ez volt a kedvenc Madonna dalom. Tényleg? Imádom. De miért csak volt? Hát, hogy már, hogy most mondom, hogy tehát ez a kedvenc Madonna dalom. Jó van, na nem kötök belé többször. Lovagoljunk a szavakon. Figyelj csak, Laci megírta gyors időjárás jelentés Malmöből. 11 fok van és határozott ködv. Tök irány jó idő van Stockholm. Ott. Mondhatni, a turbó Tominál is gyorsabban mozgok? Hát egyébként igen. Hát igen. Pénteken még Párizs, most meg már Malmö, tök jó. Igen, nagyon gyors vagy. Köszi, Laci. Ciao.
vigyázz magadra, és jó utat kívánunk. Hát a ködnél azért nagyon kell figyelni. Igen. A koronavírus helyzet nyilvánvalóan nagyon durván beleszólt mindannyiunk életébe, és hát sokan munkahelyet is váltottak, kénytelenek voltak munkahelyet váltani, de vannak, akik, hát hogy mondjam, ilyen pozitív szemüvegen keresztül is látják ezt a helyzetet. Itt van velünk a Real Melós. Jó reggelt! Szia! Jó reggelt, sziasztok! Mert hogy te ilyen néven hoztál létre egy Insta profilt, ami nagyon-nagyon ötletes. Ugye te korábban a reklámszakmában dolgoztál, tehát nyilván azért nem álltál volt tőled, hogy tudsz értelmesen normálisan fogalmazni. Igen. És hogy ezt az új helyzetet is próbálod valahogy egy kicsit viccel átitatva. Elvesztetted a melódat, és aztán akkor hogy jött az, hogy te elkezd mondjuk építkezéseken dolgozni? Miért pont azt választottad? Pontosan ez történt, a koronavírus kicsit átírta az életutamat, és akkor hirtelen munkanélkül találtam magam, ami egy rossz dolog, szóval kellett valami melót találni, de már nagyon régóta bennem volt az, hogy úgy csinálnék valami olyan fizikai valami dolgot. Képkezi. Igen, ahol kell használnom a testemet, ami produktív olyan értelemben, hogy amit csinálok, abból úgy tényleg lesz is valami, amit lehet, nem tudom, taposni, rá lehet ülni, van valami funkciója, ott marad sokáig. És akkor gondolkodtam, és megkerestem egy barátomat, aki építész, és ő ajánlott a tulajnak, akiről már írtam, hogy van itt ez a srác, aki szeretne eljönni segédmunkásnak, viszont nem ért semmihez. Tényleg ez nem ért? Jó ajánló levél. Már igen. Én hiszek az őszinteségben. De ez tök jó. Igen, ez nagyon fontos. Mm. És aztán az agyad után most a kezeidet kell használnod, meg az a testedet. Testemet, az egész testedet. Nem volt nagyon nehéz az első napom? Dehogy nem. De folyamatosan nagyon nehéz. Nehéz dolgokat cipelünk, viszünk át az egyik pontból a másikba, meg felcsavarozzuk, meg leszedjük, meg kibontjuk. De nagyon nehéz. És mi volt a legnehezebb megtanulnod? Vagy mit volt a legnehezebb megtanulnod? Én nagyon szeretek tanulni, az nekem egy tök jó érzés, hogyha új dolgokat tanulok meg, úgyhogy a megtanulás része az nekem nem volt nehéz, a cipelés része az volt kiemelkedően. Ez a Tominak is nehezen megy a cipelés része, mert hogy képzeld el, hogy ő, hát bár régen is nagyon ügyesen cserélt ablakokat, mert hogy foglalkozott ezzel is, de múlt héten meghúzta a hátát, amikor két ablakot akart felvenni, és egész héten úgy ült itt a stúdióban. Kicsit ilyen off-topic, de rengeteg hallgató jött, és nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen, tehát tényleg most már sokkal jobban vagyok, úgyhogy aggódtak, készülök most megint neki futni az ablaknak, úgyhogy ismét jön egy hét, amikor nagyon teljesen le vagyok robbanva. Igen. Hát ez az bemelegítés, hogy valami kéne előtte. Való igaz, de azért akkor benned azt tartja a lelket tulajdonképpen, hogy valóban két kézzel alkotsz, és valami kézzel foghatót készítesz. Így van, pontosan. De ez nem csak így konkrétan, mondjuk egy, nem tudom, egy padozatra értendő, hanem akár egészen apró részletekben is. Így van, például a festékpöttyök felvakarása az egy nagyon terápiás feladat. Azt nem mondom, hogy egy idő után nem lehet ráunni, mert rá lehet unni. De jó csinálni, mert utána szebb lesz az, amit elkezdtem spaklizgatni. Jó, amikor először ugye oda kerültél a srácok közé, nem néztek rád furán, hogy jön egy fiú, nagyon, aki eddig az agyát használta, és majd akkor majd, hogy ilyenkor azért furán néznek az emberre, nem? Hogy eddig szellemi munkát végezte, és akkor most mit keres ez itt? Így van. Azt gondolom, hogy mondjuk így kommunikációs szakemberként azért így tudod, megpróbáltam így áthidalni ezt az űrt, ami volt köztünk. Az első napokban elég fura volt, de a dohányzás sokat segített, elég sokat cigiztünk együtt, és akkor azért így beindultak a sztorik, és onnantól viszont, hát most már kimerem mondani, hogy többükkel nagyon jó barátság alakult ki. Hát a dohányzás azt senkinek nem javasoljuk, viszont nem. A barátságkötéseket egyértelműen. És igen, ez is egy tök jó fórum egyébként, hogyha együtt dolgozik az ember valakikkel, tök jól össze lehet hozni, és tök jó barátságot lehet kötni, és a közös alkotás, a közös munka, legyen szó akár szellemi, akár fizikai munkáról, azért nagyon jól össze tudja hozni a csapatot is. Várjuk továbbra is azokat az üzeneteket, hogy akinél egy kicsit így beakasztottam mondjuk a botot a küllők közé a koronavírus, és mondjuk váltania kellett, annak hogy sikerült, illetve mire váltott? 0630 30 30 95 8. Itt a Pet Shop Boys és a Suburbia. 8:19 van, jó reggel. Ez a Sláger reggel. 8 perc múlva fél 9, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. És továbbra is itt van velünk Real Melós. Ciao. Sziasztok. Igen, mert hogy te a reklámszakmából váltottál, és az építőiparba csöppentél. De most nagyon jól érzed magadat ebben. Legalábbis az Instagram posztjaidból abszolút ez jön le. Ez jön le, mert hogy így is van.
Szóval próbálok az őszinteségre törekedni. Én tök jól érzem magam az építőiparban. Nem voltak olyan ismerőseid, barátaid, vagy akik a kreatív szakmában dolgoznak, akik azt mondták, hogy kicsit sznob hozzáállás, hogy fú, hát ez azért gáz, hogy te mondjuk elmentél segédmunkásnak, tehát, hogy, és nem az agyadat használod. Aki szerint gáz, az az anyukám. Ő nagyon, igen, ő nagyon meglepődött és nagyon elszomorodott, hogy de hát ez a sok év iskola, és ez meg az. De a kreatív szakmában viszont nagyon sokan az a feedback jött, és azt mondták nekem, hogy úristen, ez nagyon jó, amit csinálsz, hogy kétkezi munka, és hogy van eredménye, és hogy van vége a dolognak, és egyszerű, és nem kell túlagyalni, hanem csak úgy csinálni kell, és nagyon sokan irigykednek rám. Hány hónapja csinálod? Ez lesz a harmadik hónap. És meddig akarod? Ezt még nem tudom. Ameddig jól esik. Aha, de vissza akarsz majd menni a reklámszakmába? Akkor lennék nagyon jó balanszban, hogyha ez is az is lenne. Az mondjuk milyen jó, igen. Az, hát az egy kicsit ilyen volna. Váltásban? Aha, igen, igen. De ez jó, mert tölt egyébként az eredeti szakmádhoz is. Így van. Mit gondolsz, az építőiparban sok emberre lenne szükség? Lenne. Melósokra? Lenne. Mindenféle szakmában óriási hiány van most Magyarországon, főleg szakmunkások tekintetében, de segédmunkások tekintetében is. És vajon miért nem mennek el az emberek? Mert ugye nagyon sokan kerültek hasonló helyzetbe, mint mondjuk te, és vannak, akik inkább otthon azt mondják, hogy hát én majd várom, hogy valaki megoldja az életemet, ahelyett, hogy fogná magát. Én ezt nagyon becsülöm. Hát ez egy kényelmesebb megoldás otthon várni a csodát, hogy majd lesz valami. Én azt, amennyire látom, nagyon sokan dolgoznak inkább külföldön a pénz miatt, illetve szerintem nagyon sok ember van, akinek egy picit így büdös a munka. Uh-huh. És akkor ők inkább így kibekkelik a koronás időket, aztán majd lesz valahogy. Te most jól keresel? Én most... Vagy annyit keresel, mint amire gondoltál? Vagy sokkal több pénzt tudsz? Inkább annyit keresek, mint a reklámban. Az tök jó. De akkor ez tényleg ez egy olyan jó csomag lesz neked. Tehát, hogyha vissza is mész a reklámszakmába, akkor ez egy tökélet, nem a lóvéra gondolok elsősorban, hanem arra, hogy tényleg egy olyan szegmenset is átlátsz, és egy olyan csomagod lesz majd, amit ott is tudsz kamatoztatni majd. Így van, és egy csomó olyan hatás meg tapasztalatért, amit egyébként nem tudnék megszerezni, viszont amit akár lehet, hogy kamatoztathatok is, mondjuk egy betonreklámban. Mi a legfontosabb dolog, amit tanultál ebből az eddigi időszakból? Nekem főleg az egyébként, hogy amennyire mást gondoltam a munkáról, a munkásokról. Mit gondoltál? Én bennem éltek ezek a sztereotípiák, hogy buták, meg műveletlenek, meg cigiznek, isznak, nem ismerőznek egész nap. Így van, pontosan, és ennek az abszolút ellenkezőjét látom. A cigizés az van, de a többi ilyen skrupulusom az abszolút megdőlt. Nagyon-nagyon kedves, cuki, egyébként művelt és emberi emberekkel dolgozom együtt. Vannak még olyanok, mint te, akik mondjuk szellemi munkát hagytak ott, és inkább elmentek fizikai munkát végezni? Kevés ilyenről tudok. Én azt gondolom, hogy most a korona második felvonásában lehet, hogy lesznek még ilyen emberek. És szakmunkásból kevés van? Tehát aha. Aki... Komolyan? Aha. És azt hogy tudod megtanulni? Tehát kérsz tőlük segítséget, hogy mindenre tanítsanak meg, hogy mondjuk a betonkeveréstől a festésen át mindent megtanulhass, vagy ezt hogy? Én azt gondolom, én egy elég érdeklődő ember vagyok, meg szeretek új dolgokat megtanulni, és állandóan kérdezek. Uh-huh. Ez egy ideig fura volt nekik, de hogy én így mindig ott így kotnyeleskedem, hogy ezt hogy csinálod, miért csinálod, mi ez. És meg mindig kérek feladatot, és próbálom megcsinálni, nyilván így az első körben nem biztos, hogy olyan jó lesz, de akkor így átbeszéljük egy értékelés keretében, hogy itt mi volt a baj, és akkor megpróbálom még egyszer, akkor már sokkal jobb lesz. Szóval igazából rengeteget lehet tanulni, mert akikkel én dolgozom, ők nagyon szívesen átadják a tudásukat. Ez tök jó. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és szerintem sokaknak fel is nyitottad a szemét. Bízom benne. És a Real Melós oldaladon lehet látni a tapasztalataidat. Így vicces van. Formában. Így van, hajrá. Sláger reggel. 8 percen múlt 8:30, jó reggelt kívánunk Vordán Petrával. És Viktorin Tamással. Isteni májkrémes, mi ez? Ilyen
keksz. Liba májkrém. De nem, ami alatta van, ez Abonett. Milyennek a neve? Jó, igen. A márkát nem akartam kimondani, csak nem tudom, hogy ennek mi a... Hívják. Ennek nincs is neve? Tehát nem ez, tudom. Mert hogy ez? Hívják? Hát, ezt kérdezem. Fogalmam nincs, nem én tudom. Én se. De úgy megkented májkrémmel, hogy csínye. Igen. Figyelj, szerintem simán mehetnél egyébként vakolni például. Vagy téglátra. Olyan mennyiség van rajta, hogy szerintem az egy kisméretű téglát megfogna egyébként, hogyha az misunkból lenne. Nem tudom, nekem annyira szimpatikus volt Real Melós, hogy valami eszméletlen, iszonyat jó fejsrác. És az, hogy valaki, aki a reklám szakmában dolgozik szövegíróként, és tényleg az agyát kell mindig használni, utána azt mondja, jó, akkor én most kétkezi munkás leszek, mert igenis a családomat azért el kell tartani, és pont ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. És pont ezen gondolkodtam, hogyha mondjuk nem rádióznék, és jönne egy olyan helyzet, hogy valamit kéne csinálnom, azért könnyebb egy férfinak ebből a szempontból, mert most én nőként nem tudnék elmenni építkezésre, pedig szívesen csinálnék ilyen kétkezi munkát. El tudná, de nem gondolom, hogy ez feltétlenül neked való lenne, vagy feltétlenül női munka az, hogy mondjuk sítet lapátolni, vagy nem tudom, a kétszer rostált sóderből két köbmétert eloszlatni, meg stb. Azért ez nem feltétlenül gondolom, hogy nőnek való munka. Igen, tehát hogy ez tök jó nektek férfiaknak, hogy például, hogyha mondjuk kell egy ilyen éles váltás, ezt meg tudjátok tenni. De azért szerintem mondjuk nőként is azért elég széles a spektrum. Nyilván oké, hogy mondjuk az építőipart leveszed ebből a nagy közösből, de azért szerintem nőként is azért elég széles irányba tudsz lőni, hogyha mondjuk olyan váltásra vagy ráutalva. Jó, hát te nagyon sok váltást csináltál az életedben, én még egyet volt sem. Egy pár, tehát igen. Én amióta dolgozom, azóta rádiózom. Komolyan? Aha, 15 semmi éve. Más. Semmi más. De nem. Durva. Tehát ilyen diák munkáim voltak, de hát azok diák munkák, azok az mindenkinek ugyanaz. Tart, igen. De hogy én mindig rádióztam. Tehát most így elkezdtem gondolkodni Real Melós kapcsán, hogy mi más csinálnék, hogyha nem rádiózni. Hmm. De neked tök jó, mert te sok mindent kipróbáltál, tudod, hogy mikben vagy jó. Hát igen, amikor például a ablakos cégnél voltam értékesítő, akkor nekem nagyon furcsa volt, előtte konkrét fizikai munkát végeztem. Uh-huh. És utána beültem a számítógéphez, és ott ültem napi, nem tudom, 8 órát. És azt hittem, hogy már tyúkszemlő ott is, ahol nem kéne, és borzasztóan unatkoztam, és nagyon zavart az, hogy ülök, és csak gépelek. Tök produktív voltam egyébként, de hogy úgy valahogy zavart, hogy nem nincs mit csinálni. És akkor jöttek be a melósok, ugye vitték el az ablakokat, nyilván jobban voltunk velük, meg volt beépítő csapat, aki ment beépíteni az ablakokat, és akkor egy mondta, hát a Palkó az elfáradt, nem jött bedolgozni, meg nem, hát most itt vagyunk. Nem kell segítség? Hát dehogy nem, hát gyere. És utána egy csomószor mentem velük beépíteni ablakokat, és olyan jó érzés volt, amikor hogy tényleg hogy nekiállsz, és akkor csinálsz valamit. És látod fogjuk az eredményét. Meg, elfáradsz igen. Fizikálisan. Az, amikor úgy jól elfáradsz testileg, és akkor úgy bedőlsz este az ágyba, letussolsz, és így jaj, de jó. Tehát, hogy annál azért kevesebb jobb érzés van, és azt tudod mondani, hogy megyek a városba, és mint Dórival is egy csomószor van, hogy mit járunk elünk, teljesen mindegy, akár vidékre is megyünk, azért elég sok helyen dolgoztam, és akkor így mutogatom a házakat, hogy de jó, ennek a tetején dolgoztam, ott az ablakokat azt én raktam be, ott nem tudom, ott festettünk, stb. Ezek tök jó dolgok, és jó visszaemlékezni, és egyébként csinálni is, persze, hogy melós, meg elfáradsz, meg azért nem mindig mosolyog az ember, de hogy egy ilyen jó érzés, hogy csináltál valamit. Tehát, hogyha a pozitív oldalát meg tudod nézni, és ezt meg tudod úgy, vagy le tudod úgy szűrni magadnak, akkor ez egy tök jó dolog. És ezek mind mennek bele abba a pakba, ami a hátadon van, hogy ezt is csináltam, ehhez is értek, vagy erről is van fogalmam. Ez egy ilyen tök jó batyú, amit ugye az ember megtölt. És rádiósként meg jó, mert ezeket a sztorikat fel tudod használni. A Pékségben is dolgoztál, az ablakos cégnél is dolgoztál, külföldön is dolgoztál, és legalább van az életednek története. És ha már bádogos vagyok, akkor jöjjön Fed LeGrand és Idaho, ez a Let Me Think About It, semmi összefüggés nincsen benne. Te amúgy eredetileg bádogos vagy. Épület és építmény bádogos vagyok, igen. Hamarul a papíron viccelsz. Azt a mindenét. Hoppá. Ez igen. Mindjárt bádog ember belendül. Na, jó reggelt! Ez a Sláger reggel! 8 perc múlva 9 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Petra, amióta megtudta, hogy épület és építmény bádogos vagyok, úgy kizavart a párkányra, hogy csak úgy füstöltem. Ja, persze, hogy nem. Összeszegecseltem, meg leforrasztottam a párkányt, az kész. De hogy is aggódom a hátadért, neked már nem való a fizikai munka. Elszoktál tőle. Inkább ezt mondom, hogy elszoktam tőle, de muszáj. Muszáj valamit csinálni, nem lehet csak üdögélni. Nem. Zsolt is aranyos egyébként, hogy írja, Tomi, nem ülted laposra a hátsódat? Nálam pont ereszt kellene cserélni. Na jó,
hozhatod Petrát is, mondjuk lehet, hogy már hajléktalan vagyok, csak még nem tudom. De se baj, akkor meg Petra örökbe fogad. De mindenképpen. Mindenkinek valami feladatot osztott, marha jó egyébként, igen. Tök jó, kösz, hogy nem unatkozunk. Jó ötlet, látom magam előtt, amikor bejelentem otthon, hogy hát lesz egy új lakónk. Kis meglepetés, de ne aggódj, drágám, kamionozik, de sokat milyen, nem lesz itthon. Az milyen jó lenne egyébként, nem? Tomi. Hárman leszünk. Igen. Nem mondod komolyan. Jön a Zsolti, igen. Ki az a Zsolti? Ki az a Zsolti, igen. Igen, bajszos. Igen, az aranyos lenne. Tomi fejét megnézzem egyébként. Joel pedig azt írja nekünk, sziasztok, a nagy Szovjetunióban az építőipari segédmunkások nagyrészt nők voltak. Ezt most nem mondod komolyan. Hát tudom, hogy az itt a háború következtében azért könnyen előfordulhat, hogy leginkább ott úgy nagyon már nem volt más. Igen. Tehát, hogy előfordulhat ez is. De Joel beszámolóját várjuk, illetve köszönjük az üzenetét, így van. A világhírű gasztro műsorvezető Nigella Lawson, egyébként kezded, én meg néztem Nigella. Én is, nagyon mi szerettem neve? Régen. Nem Nigella konyhája, de valami ilyesmi. Én nagyon bírtam. Valami hasonló. Igen, hát szóval most kiverte a biztosítékot a követőinél, mert ugye olyan tészta recepttel készült, amihez Marmitet használt. Ez a Marmit nálunk babám című dalból ered egyébként? Nem. Szóval ez a sörgyártás mellékterméke, és hát az, hogy miért ne kísérleteztetne a konyhában, illetve mennyire szedik szét a gasztro műsorvezetőket, erről kérdezzük hamarosan Budai Pétert, és én valóban nem nagyon értem, tehát hogyha az ember így szabadjára engedi a gondolatait, vagy tehát van élet a paprikás krumplin túl is. Hát meg igen, meg hogyha a saját követői szedik szét, én azért nem értem, mert hogy Nigella általában kísérletezik, tehát neki a műsorai is erről szóltak, hogy kitalált jó pofa dolgokat, és azokat megcsinált, és vagy tetszik, vagy nem. És vagy jó, vagy nem. Hát igen. Kiderül. 0630-30-30-95-8 is itt a Back to Black, és az úgy vártalak, írják meg, hogy mit kísérleteztek ki a konyhában, és akár még a receptet is küldjék el. Jó reggelt mindenkinek! 95-8. És most indul a Sláger reggel! Sláger! 5 perc elmúlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Konyhai kísérletezésről fogunk beszélgetni Budai Péterrel. Na de várjuk a nagy bevallásokat. Mi az, ami sikerült, és mi az, ami nem? 0-30-30-30-95-8. 3 perc múlva 4:10, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ezt annyira szeretem ezt a számot, és hát azért valljuk be, hogy jó, hát én érzelmes vagyok azért, vagy tudok az lenni, de hogy Nico Scherzingerért, meg Enrique Iglesiasért azért nem rúgnám be az ajtót, de hogy ez annyira jól sikerült, olyan hogy annyira jó hangulata van, igen, van az egésznek, itt tényleg ilyen teljesen most már magam alatt vagyok. És ha még nem látták a videoklipet, nézzék meg, mert ne őríts. De nagyon-nagyon jó. Még az is? Igen, isteni hozzá. És ami még jobb, hogy ma is szeretnénk valakit köszönteni az óra végén, a napemberét. Úgyhogy lehet jelölni már bátran, akár a feleségüket, férjüket, legjobb barátjukat. Ma egyébként szeptember 21-e van, szóval születésnapot, névnapot, vagy bármit lehet általunk ünnepelni, akár mondjuk egy hosszú barátságot is. És lehet például egy jó vacsorával is ünnepelni, egészen extra recepteket lehet találni az interneten, de hát az egy dolog, mert nyilván oda bárki felteheti, megoszthatja a saját kis kreációját. Viszont azért rengeteg olyan gasztro műsorvezető van, aki bizony bele-bele nyúl valami újdonságba. Itt tett például Nigella Lawson is, a híres Nigella, így már talán azért többen közelítetnek a dologhoz. A férfiak abból ismerik, hogy egy nagyon dögös nőről van szó, tehát hogy szerintem ők az ő főző műsorát, vagy bármelyik műsorát azért nézték, mert Nigella nagyon jó nő. És ha megkérdezi a feleség, és mit főzött? Mit fogalmam tudom én? Nincs, hát igen, csak a dekoltásra. Azaz, mint a menzáról, és mi volt az ebéd, nem tudom. Igen. Igen, klasszikus. Na hát, csinált egy olyan spagettit, méghozzá, mondom az összetevőket, spagetti, őrület, hogy ez is kell bele, parmezán, vaj és Marmit. Uh-huh. Na most a Marmit az a sörgyártás során valamilyen élesztős melléktermék. Igen. Tehát, hogy úgy, de ebből csinálnak ilyen krémes kis cumót, és ő hát egyébként szóval a saját oldalára úgy tette ki ezt a posztot, hogy kérem az olaszokat, hogy ne húzzák fel magukat. Tehát hát gondolta, hogy ezzel kivált egy kommentháborút, és rengetegen elkezdték őt gyalulni azért, hogy most miért tesz Marmitot a tésztára. Hát, de mondjuk nekem is kicsit furcsán hangzik, meg mondjuk én erről önmagában nem is hallottam, de hát Budai Péter biztosan hallott róla. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Péter, segíts nekünk meg a hallgatóknak is, légy szíves, hogy ez a Marmit, ez egy olyan istentelen bűn, hogy ezt elkövette Nigella, és azért agyon kellett őt kommentekben szórni mindenféle csúnya vagy ez szavakkal? Annyira jó? Vagy ez mi ez? Hát itt is ez a probléma, hogy az emberek nem ismernek egy csomó minden, nyilván miért is ismernek, hisz ez egy,
ez egy olyan új típusú élelmiszer, ami a mostani divatokban került elő, miközben életleni hatásai nagyon jók. Ugye a sörélesztő, minden, ami fermentációval állítódik elő, az mind-mind egészséges, ezt tudjuk. És a vegánoknak, ugye ez a vegán mozgalom sem olyan nagyon régi, vagy nem annyira régóta, nem olyan régóta erős, mint annyira erős, mint mostanában. A sajt, miután ennek a sörélesztőnek a sajtra hasonlít az íze, ezért szokták használni. Sajt helyett például. Ugye a vegánok ugye csak zöldséget. Igen. Én is mindjárt el is mondom, hogy például én is a feleségem múltkor csinált egy olyan cukkini sajtot, ami nagyon-nagyon finom volt. A cukkinit megfőzte épp, hogy ellepte vízben, annyi víz volt rajta, hogy ilyen cuktosra, ilyen... Hú, nagyon ilyen volt a cukkinit, jó, és akkor ez össze van, és akkor össze van turmixolva, sóval, és ezzel a mármittel, ezzel a sörélesztővel ízesítve, melegen, és akkor kioldódik minden, és agar-agarral, ugye ez egy növényi zselatin képző, tehát aki nem vegán, az készítheti zselatinos, és azzal bekötötte, és gyakorlatilag egy ilyen cukkini kocsonya volt, ami sajtra hasonlító ízű. Nagyon-nagyon finom, csinált egy ilyen jó 30 dekás darabot, simán megettem a felét. Tehát agar-agar, ugye azt mondtad a mármit mellett, agar-agar, ez micsoda, ez agar-agar. Egy növény? Ez egy fűszer növény? Nem, ez egy algánból készülő, ez egy természetes kocsonyásító anyag. Az benne az érdekessége, hogy plusz 65 fokig egyben tartja az ételt. Tehát ha valaki meleg húsleves kocsonyát szeretne adni... Figyelj, Péter, neked voltak olyan kommentelőid, vagy mondjuk nézői levelek, akik írtak, amikor valamin kísérleteztél, megmutattad ezt a műsorba, tehát ez rendszeres, hogy mondjuk a séfek, a gasztrobloggerek kapnak kritikát, mert hogy egyszerűen a néző azt mondja, már pedig ezt nem lehet így elkészíteni? De igen, ez van, mert ez teljesen természetes, hiszen nekem ez a szakmám. Ugye? Most ott van a Nigelának ez a ominózus étele, spagetti. De ő azért azt mutatja be, hogy egy házi asszony is hogy tud főzni. Szakmai szemmel a spagetti a legnehezebben megtalálható étel fotóra. Tehát, hogy jól mutasson. Ugye? Ugyanakkor azon a tányéron úgy áll az a spagetti, hogy egy házi asszony tenni oda a családjának. Na most, hogy ebben még sörélesztő van, ez kiütötte a biztosítékot. Miközben teljesen autentikus és teljesen... Te mivel verted ki a biztosítékot? Tehát emlékszel-e arra az ételre, amire rengeteg nézői levelet kaptál mondjuk a tévéműsorban, vagy nagyon sok komment, hogy na jó, hát Budai úr, na most már menjen már. Na. A legutóbbi az volt, hogy egy tökfőzeléket készítettem a Facebookon, 750 ezer elérés volt, és 350 ezer meg. Az elég menő. Elég jó, igen. Na ott azért kiakadtak, mert hogy én ugye úgy készítettem, én mostanában azért, mert egészséges étkezés, meg minden, amennyire lehet kerülöm a kalóriát, meg amennyire lehet kerülöm a szénhidrátot. Ezért ezt a tökfőzeléket én úgy készítettem, hogy egy kevés hagymát paprikával, paradicsommal megpirítottam, rádobom a tök szálakat, kapor, és nem sózom, hanem úgy van pirítva, hogy ne jöjjön ki a leve, a só ugye kioldja a levet, és erős tűzön, hogy egy kis karamell még ízesebb legyen, egy falatka cukor, és a végén, és ugye a sok-sok kapor, és csak a végén sózom meg, és lehúzom, és akkor keverem hozzá tejfölt. És miért kapták ki? Állaga, hát azért, mert mondták, hogy hát ez minden csak nem tök főzeléknek így. Tehát téged is osztanak, az jó, hát én gondolom, ez a nevet. Abszolút, de ez így van rendjén, mert ugye az átlagember ismer egy vagy kétféle tökfőzeléket. Persze. Ha bármi más van, az már nem olyan. Az már nem olyan. És ez így természetes. De tessék, képzeld el, hogy ha én elkezdenék neked okoskodni a reggeli rádiózásról. Na hát nekem is van véleményem, csak nem autentikus. Tehát elmondhatom, csak nem érdekel. Nagyon köszönjük, Péter, hogy itt voltál velünk. Még mielőtt elmondanád. Nagyon köszönjük. Figyelj, csak egy dolgot szeretnék még kérni. Még egyszer elmondanád azt, hogy milyen is volt annak a cukininak az állaga, amit a feleséged készített? Hát ez igen. Tehát olyan, hogy azzal a hanggal, ezzel a... Igen, ahogy utánoztad. Figyelj, ez azt meg fogom mutatni. Tessék belegondolni, ha valami úgy van téve, hogy csak épp, hogy nem lepél a víz, és megnyomkodjuk, akkor annak olyan a hangja, hogy...
Jó. Köszönjük, Péter. Budai Péternek nagyon szépen köszönjük. Köszönünk. Minden jót, sziasztok. Szép napot, szia. Na ezekre a kísérletekre vagyunk kíváncsiak, hogyha otthon a konyhában valami nagyon jól sikerült, vagy pont, hogy kevéssé, és mondjuk azt mondta a férjük, hogy hát drágám, ezzel lehet, hogy még kéne dolgozni, írják meg nekünk a sztoriát, és hát, ha mi is tudunk ebből meríteni. 0630 30 30 95, tudunk ebből meríteni? A kajából. Hát, Petra, igen. Rám ismersz? Így van. Akár a Sláger FM Facebook oldalára is küldhetnek képet. Petra pedig leesett. Rám is mersz. Érted? Ja, Istenem. Ez a Sláger reggel. 6 perc múlva 3-4-10. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Petra úgy örül a fényeknek, mert most már úgy fordult a nap, és olyan magasan van, hogy rögtön tudott egy pár fotót lőni. Igen. Örül, de nem azért örülök a fényeknek, hanem azért, mert olyan szép, amikor ide besüt hozzánk a stúdióban a nap, úgyhogy nagyon nagy mázlink van nekünk a munkahelyünkkel, így hogy van. Ilyen szép helyen dolgozunk, tényleg. Meg, hogy még szeptember 21-én ilyen szépen süt. Igen. A nap. De hát most igazi vénasszonyok nyara, vagy indián nyár van, úgyhogy használjuk ki azért. Délután is tök jó idő lesz, úgyhogy szuper. Ennek is örülhetünk, de azért annak is nagyon lehet örülni, hogyha valakit felköszönt mondjuk a kedvese, párja, rokona, kollégája, főnöke, mert hogy itt van ez a parád és lehetőség itt a Sláger FM-en, mert hogy a napembere tisztjére még várjuk a jelentkezéseket, illetve a felterjesztéseket. 0630 30 30 95 8. Micsoda összhang, figyeled, őrületes. Együtt kelünk, együtt fekszünk, így tudod, van. Most már így. Erről van szó. Jön akkor a Morning After Dark Timbalán. Jó reggelt! Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 10 óra. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Eljött a nap fénypontja, kérem szépen. Kriszti itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Képzeld el, Kriszti, hogy téged a tesód Zsuzsi jelölt a napemberének. Igen! Örülök neki. Te most hol vagy? Az iskolában. És ki az, aki segít neked? Az anyukám. Anyukád ott van veled a suliban? Igen. De jó. És ha minden igaz, akkor ma vagy 9 éves, ugye? Tessék. Ma vagy 9 éves, ugye? Ma van a születésnapod. Igen. Hát akkor az Isten éltessen sokáig. Köszönöm szépen. Ott hallhatjuk az osztálytársait hangját? Jól hallottuk? Igen, jól hallottátok. Akkor köszönünk nekik, sziasztok! 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 De együtt a csapat. Milyen órátok van most? Most szünet van. Most szünet van. Ah, igen, igen, utána milyen órátok lesz a következő, Kriszti? Magyar. Magyar. Hát jó, akkor jó sulit neked mára, és majd utána pedig nagyon jó ünneplést a szülinapodon. Köszönöm szépen. Még egyszer az Isten éltessen, sok puszi, szia, szia! Szia! Köszönöm szépen. Nagyon cuki. Viszontlátásra, de aranyos volt. Na hát, erről szól ez a napembere. Így azt van. Hiszem. Jaj, de aranyos volt. Hát még egyszer az Isten éltesse, de ne csak őt, hanem minden születésnapos. Például Lubegával itt a Mambo No. 5. Sláger reggel! 4 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. És Somogyi Zolival. Jó reggelt. Ki szólt? Ki szólt, mint a pereces Csini babába? Ki szólt? Meg ki volt? De állj, ma vetít. Folyamatosan beszélgetünk Zolival. Megint felvetett egyébként egy problémát, amire még mi folytattuk a beszélgetést. Adáson kívül csak már közben bekapcsoltad a mikrofont, úgyhogy ennyi igazából. Hát ilyen ez a rádiózás. Hát ez ilyen, igen. Tudom. Igen, ez is érdekes. Annyira belelendültünk a beszélgetésbe. Láttam, én arrébb is ültem még, mert véletlenül a nagy hévvel leüt a Zoli. De hogy mindenki ül a rádió, de miről beszél? Nem mondjuk meg. De, azt de majd egyszer máskor. Meg. Írják meg, hogy miről beszélgetett Petra és Zoli. Arról beszélgetünk, hogy Zoli mondta, hogy néha elmondom, hát az hogy néz ki, hogyha a hallgatóinkat nem avatjuk be, hogy néha már unja azt, ami az interneten folyik. Például tegnap talált egy olyan videót, ahol egy kutya... A szenzációhajhász címeket és cikkeket. Mondd és tehát, hogy... Ja jó, nem tudom, hogy jutott ez most az előbb az eszembe. Petrának mondtam, hogy tegnap előkerült egy cikk, hogy jaj, mennyire könyvfakasztó, ahogy a kis kutyus rájön, hogy őt most örökbe fogadják. És van egy videó, nem tudom, Amerika vagy Anglia, tök mindegy. Szerencsétlen kutya bent van a menhelyen, egy rács mögött, egy nem tudom, kétszer-kettes, vagy másfél méteres helyen. Rátesznek egy pórást, kiviszik az utcán, hát nyilván örül, oda megy, lepisili a növényt, megszagolja, kimegy. Nem annak örül, hogy örökbefogadják, fogalma nincs róla, hogy örökbefogadják. Hát nem tudja, mi történik, annyit fog fel az egészből, hogy eddig ott volt a rács mögött, most meg kiviszik. Tehát, hogy ez amikor belemagyarázunk, tehát ez nekem olyan, mint az a tényleg mosolyog a kombinó villamos. Tehát, hogy nem mosolyog, hát
Mi képzeljük? Nem, mert olyan, tehát nem tudom, van ennek a jelenségnek egy neve, tudod, amikor élettelen dolgokat is ilyen emberi tulajdonságokkal ruházunk föl, mert hogy úgy néz ki, mintha mosolyogna, főleg ugye rájátszottak erre, mert rátettek. Igen. Sőt, az egyik ominon van egy maszk. Na, igen. Az legalább vicces, az tényleg jó pofa. Igen. Jó, de egyébként de az még egy aranyos. A videóban, most... hogy a kutya most... Ha. Jó, hát de majd a kombinos dolog, az, hazaviszik. A kombinos dolog az nem arról szól, hogy most a, mit te, mi a BKK, vagy az, amit a like halászat, nem tudom mi most. De nem, én most csak azt mondom, hogy van egy példa erre, hogy emberi tulajdonsággal ruházunk föl valakit. Ez ugyanez a jelenség, hogy most belemagyarázzuk, hogy a kutya ezt gondolja, vagy azt érzi, vagy nem érzi, azt érzi, hogy végre kiszabadult a rács mögül. Még nem tudja mi az, hogy örökbe fogadják. Azt majd hetek, hónapok alatt szerencsés esetben, hogyha normális gazdihoz, apuhoz vagy anyuhoz kerül, mert ez a másik divat. Most már ezt vettem észre, már mindenki a gazdikat elkezdte apunak meg anyunak nevezni. Hogy... De várjál, bocsánat, a kutyának lehet apja és anyja, aztán különben meg szülők nem lehetnek lassan apák meg anyák? Mert hogy ugye micsoda? Ilyen felvetés is volt, hanem hogy vannak olyan helyek, ahol már szülő egy és szülő kettő, tehát ott már nincs apa és anya, de a kutyának viszont van anya és apja. Ne tessék. Akkor ez hogy van? Ó, anyám, baroga. Attól függ, hogy hova kerül. Ha olyan háztartásba kerül, akkor lehet, hogy két anyukája van. Vagy ja. két nem tudom ezt követni. De a lényeg, hogy reméljük, hogy jó helyre került a kutya. Szerintem a gazdi az egy olyan aranyos szó. Egyébként a gazdi az egy aranyos szó. Szerintem teljesen megfelelő. Tehát igen, nem hogy a kutyák most ugye társasházban lakom, nem tartok ezért kutyát a szomszédokra tekintettel. Egyébként, ha kertesházban lennék, akkor, és volt is gyerekkoromban is kutyám, de eszembe nem jutna a kisfiamnak hívni, vagy a kisfiamnak, nem tudom. Olyan... Gondolod el, hogy este bejönne, tudod, benyit a hálószobában, apu, nem tették ki vizet! Azért azért nem fogom az apukájának nevezni. Hát, igen. Na mindegy. Ennél már csak egy jobb van ezekben a clickbait címekben, tudod, a megrázó hírek az autósoknak. Két forinttal drágul az üzemanyag. Jó, ez a megrázó hír. Igen. Sokkoló hírek, igen. Robbant, felrobbantott az, de ezt, mondjuk ezt múltkor persze, hogy mondtam, hogy felrobbantotta az internetet, de ő csak idézte egy cikk. Igen, így volt. Tehát ettől is hülyet kapunk. Hogy hova lehet ezt majd még... Tehát mit fognak írni két hónap múlva? Hát és olyan hülyeségekre írják, hogy felrobbant... Fúj egyet, Zolikám. A kedves hallgatók is. A továbbiakban Somogyi Zoltán következik. Kisimult most már a hangulat. Igen, mert itt nálunk kiadja magából, és utána már de úgy indítja. Be lehet telefonálni, ott baj lesz. Ki legyen a Bogzsák, hogy nem tudom. Én már mondtam. Én ezt már mondtam. Igen, valami levezető. Bogzsákot javasoltam. Holnap reggel 6-kor, amennyiben életben maradunk, és ki tudunk menekülni a stúdióból. Tök jó fej velünk az Oli, minket sose bántam. Hát még igen, aztán majd ki tudjuk, mikor borul ki. Csók. További szép napot. Ha beraksz nekem egy ablakot, utána biztos, hogy haragudni fogok. Na jó, hagyj. Majd ha te segítesz nekem. Ja, tényleg meg is akartalak.